Neuropátia, vagyis hosszantartó idegi eredetű fájdalom, a lakosság 20%-a küzd ezzel, amire eddig nem volt igazán hatékony fájdalomcsillapító. Számos betegség tartozhat ide, mondja a szakember. Például az izületi gyulladáshoz kapcsolódó, perifériás idegkárosodáshoz kapcsolódó fájdalomállapotok, derékfájás számos típusa is neuropátiás komponenseket is tartalmaz, és ezek a hosszantartó fájdalomállapotok nagyon sok esetben, az esetek jelentős százalékában nem kellőképpen csillapíthatók a jelenleg rendelkezésre álló fájdalomcsillapítókkal. Azonban remény van most egy teljesen újszerűen működő gyógyszer kifejlesztésére. A hatóanyagát magyar kutatók találták, aminek vizsgálatában és gyógyszeri fejlesztésében részt vesznek pécsiek is. A koncepció Mátyus Péter professzortól származik, aki abban az időben a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytan Intézetének a vezetője volt a 2000-es évek első felében. Fejlesztette ki ezt a vegyületet, és ő 2012-ben keresett meg engem egy gyulladásos modellekben történő teszteléssel kapcsolatban. És amikor elmagyarázta ennek az új koncepciónak a lényegét, akkor az én fejemben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a mechanizmust ismerve esetleg jó lehet idegi eredetű fájdalmakra is. Azóta már egészséges önkénteseken vizsgálták a vegyület hatását, ami biztató eredményeket hozott. A következő lépcsőfok, hogy betegeken is kipróbálják klinikai körülmények között. Helyes Zsuzsanna professzor azt mondja, ezután még a legjobb esetben is 3-5 év még, mire patikában kapható gyógyszer lesz a vegyületből.